Védj egy jó kapust. A kézilabdázóknál is ezzel az alapigazsággal kezdődik egy csapat összeállítása. Ebben a sportágban is speciális poszt a hálóőré, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is készen kell állni a feladatra. Az olimpiai ezüst és bronzérmes, 131-szeres válogatott Farkas Andrea pályafutása során szerzett tapasztalatait átadva igyekszik segíteni a fiatalokat. Ha belegondolunk abba, hogy milyen óriási szerepe van a kapusoknak, ha a mai kézilabdában, akkor látjuk, hogy 50% fölött kell védeni, amihez nagyon erősnek kell lenni, akár mentálisan is. Tehát most ezt azért emelem ki, mert most már 5 éve mentáltréner is vagyok. Először a kapusaim miatt kezdtem el, de most már azt látom, hogy nagyon nagy szükség van, főleg az utánpótláskorú kapusoknak a segítek az elakadásaikban, vagy a céljaik elérésében. És közben kapnak egy gyakorlati edzést is, ahol rengeteg inspirációt gyűjthetnek, fejlődhetnek, hibát javítunk, és mellette beszélgetünk egy kicsit fontos témákról az elméleti részen, amit én tartok, ezek a célokról, az önbizalomról, a magabiztosságról, minden olyan témát érintünk, amit a kapusok szeretnek, és amiből tudnak profitálni. Pastrovics Melinda 25 alkalommal védte a válogatott kapuját. A Ferencváros játékosaként KEK és EHF kupa győztes korábbi kapus szerint rendkívül fontos a speciális képzés. Rengeteg olyan fiatal kapus látok, akiben nagyon nagy potenciál van, de jelen pillanatban nincs lehetősége kapus képzésre, mert nincs kapus edzője, vagy keveset tudnak vele foglalkozni. Én azt gondolom, ha mi ezzel az egy-két ilyen alkalommal hozzá tudunk adni egy picit az ő fejlődésükhöz, akkor mi már nagyon örülünk. Nyilván ez egyelőre egy ilyen úgymond tesztidőszak, tehát nem olyan régen indult ez be ez a dolog, viszont úgy tűnik, hogy most már egyre jobban működő, és tényleg nagyon sok helyen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban, hogy van rá igény, és szeretnék a folytatást. Mint Farkas Andrea elmondta, Újfehértón ugyan először járt, de van kötődése a régióhoz. Mi nagy örömmel jöttünk ide, egyrészt azért, mert én nekem vannak nagyon szép emlékeim Kisvárdáról, egy évet voltam a kisvárdai női csapatnál kapusedző. Sőt, még vannak nyíregyházi emlékeim is, amikor itt játszottunk nagyon sokszor selejtezőt, és a Bújtosi csarnokot megtöltöttük. Nagyon szerettünk idejönni, mert egy nagyon jó helyszín, egy nagyon szép komplexum, ahogy ez is. Ugye látszik, hogy van úszoda, szauna, nagyon szép csarnok, nagyon jó felszerelt, és nagy az érdeklődés, úgyhogy mi ilyen helyszínre nagyon szívesen jövünk mindig. A megyei szövetséggel közösen szervezett kapusképző napra 40-en jelentkeztek. Közülük 20-an vettek részt az újfehértói rendezvényen. A többiek számára egy következő alkalommal még nem ismert helyszínen tartja meg a foglalkozásokat a Farkas Andrea-Pastrovics Melinda páros.